Gönc János, hát gondolom a név az márkanév. Félreérted, nem. Csak névrokon. Véletlenül hasonlít apira meg anyura. Tehát ja. Hát ugye ebben őt föl. Nagyon ügyes. És igazából neki is a kickbox, Thai box. Aha. Nagyon sokat dolgozik rá, hogy a földön is. Ez a földön is jól legyen. Béla bácsi integet nekünk. Köszönjük, Béla bácsi. Megkaptuk a borítékot. Köszönjük. Igen, rendben van. Ugyanígy tovább. Ebben a szellemben. Gönci János írókéz vizurát visel, mondjuk el. Ő írókéz, amúgy, igen. Írókéz. Pater, figyeld meg, őt is ellátja nagyon jó tanácsokkal. Megáll mellette, elmondja neki, hogy jó, oké, csinálgasd. Így, hogy... Nagyon jó. És nagyon kemény, nagyon jó. Akit úgy hívnak, Bagdi Tomi. Nem véletlenül jön be, látott Kempo. Hát igen. Elvetem őt, srác. A szeme csillogott, nagyon sötét fényekkel csillogott a szeme. Láttam. Figyelj, akkor. Ugyanígy tudod, hogy az előbb, ahogy mondtam a Gönc Janekről, hogy tényleg ő egy nagyon-nagyon-nagyon kemény srác. Ugyanígy a Bagdi Tomi is az, de a kor mellette van. Aha. Tehát azt mondanám neked, hogy itt igazán a kor mellette van. A kilométerek ugyanúgy benne vannak a srácokban. MMA-ban a Kempo múltja valamelyest. Felföldi Szabi az edzője, Aninak a paterja, látott, tehát... Hát itt, igen, dinasztiák harcolnak. Igen. Tehát ugyanúgy tudod, ugyanúgy, amiről beszélünk, hogy nagy család, de azért jól szétrakjuk egymást. Ez olyan, mint a Honda, Mitsubishi, meg a Suzuki klán, amik most már az autópiacon versenyeznek, de korábban a szamurájok között, igen. Az úgy, aha. De ők is igazi szamurájok. Akkor ezek mindig presztízs meccsek lesznek. Megmaradnak, figyelj, tehát az, hogy itt mit történik, az egy jó alap egy folytatáshoz, érted? Tehát, hogy összejönnek legközelebb. Figyelj, a Doki bácsit ide kellene hívni, komolyan. Nem lehet könnyű dolga, nehéz az a tábla. Nem, és nagyon nehéz, tényleg. És annyira segítenénk neki, de ott lennénk, hogy két oldalról. Visszük őt a táblával együtt. Igen. Táblát eldobnánk egy idő után, de ő megmaradna. Őrök maradnak, tényleg. Fú. Kemény lesz, mondom, tehát várom, nagyon keményen várom, tényleg, mert mondom itt is, tehát ott, amiről beszéltünk, ez is tudod a... Csak a fiat, tudod, mondod-e, hogy beküldöd a fiadat? Értem én, nekem is van fiam. Hát te is beküldenéd? Tehát beküldenéd? Körökverő Bakács Bence, a vallásháborúkra akarom fölkészíteni. Eljön az az idő, persze. Fia, azok folyamatosan vannak, még most is, tehát ezt tudjuk. Hoppá. Milyen színekben indítod majd egyébként? Milyen színekben? Keresztény Európa, magyar tagozat. Rendben, tehát akkor jó. Akkor neki utolsó véri kell harcolnia. Hát, jó. Nincs is esélye más, igen. Kész. De hát itt is ez a tét, hogy egyébként tényleg lehet, hogy buteság itt van döntetlen? Figyelj, úgy van döntetlen igazából, amit mondtam neked, hogy a három menet után születhet egy döntetlen, ami gyakorlatilag beletorkolik egy ugyanúgy vérfürdőbe. Aha, tehát hát csak ennyi a döntetlen. Igen, hát, igen. Bagdi higgadtabban kezd. Igen. És látod is, hogy... Ajaj. Itt mérdegetik azért egymást. Jaj. Hopp, az ű, az hónajba becsapódott, az... Nem kell kis dezodor, tovább, mert... Nem tudom, hogy ki fogja erőltetni, látod, hogy Magdi lehet erőlteti majd a földre, nem tudom, de most még tudod csibészesen, tehát tudod, ez a... Hátholt is sikerül egy igen, tehát hogy ez csibészesen, oda, egymásnak pattannak, oda rakosgatják. Támaszkodó lábat megrúgják, az nem lehet jó. Nem jó, de figyelj! Berakta. Miért rakta be? Látod? Berakta. És ennyi. Itt már ennyi. De miért rakta be? Tehát ez sehogy nem jó. Megpróbálja állásból megfolytani? Én rengeteg kraft kimegy ilyenkor, érted? Tehát tudod, rengeteg kraft. Nem jön az oxigén. Igen. Teljesen mindegy, hogy most látod? Felütés, ilyen horoggal próbálkozott, de elsuhant a... Nem szabad, tehát semmilyen apró hiba. Hát ezen a szinten már nem hibázhat. Próbálja, nem volt,
tovább pörgette. Igen. Se került felállnia. A Bagdi rutinos ehhez, és látod, azért karcolgatja a kis arcát. Látod, ilyen kiskaskasak alulról, igen. Igen, és ez nem annyira jó, és látod, hogy folyamatosan bent van. Mondom, tehát oxigén. Igen, akárhova emelheti, igen, az a kis nyaka ott van, tudod, te kérni sütte. Ki kéne szednie magát, abból most baj lesz, igen, abból nagyon nagy baj lesz. De kihúzta a fejét, fantasztikus. Ügyes volt. Szinte kemény, nem adja föl. Igen. Igen. Látod, milyen érdekes, hogy ilyenkor is visszaforgatta, de igen. Megpróbálta, nem sikerült. Oh. Most jön a gyepálás, igen. Látod, hogy... gondolt, mintha egy pillanatnyi, hogy lábfeszítésre, hogy csináljam, ne csináljam. Figyelte nagy, hogy Bagdi egy kicsit, hogy igen, de nem, mégiscsak inkább arcon váglak. Mégis inkább arcon váglak. Igen, keményen ráadásul. A kis talpodat nem, inkább arcon váglak. Gyors és jó döntést hozott. Igen. Határozottan, tehát látod, mondom, tehát Bagdi az érettebb, ugye természetesen idősebb, mert számokat tekintve ugyanúgy. Bedugja, mindig berakja, nézd meg, ő is berakja. Tehát tudod, ettől kapsz idegbajt, látom. Ettől kér, megőrülök tőle, tudod, mert igen. Oda. És az a... Ó, már le is, meg le is kapogtál. Ezt mondtad, igen. Beszorította a két oldalról a bordáit, megnyomta a combjával. Hát... Eleve elveszik az oxigén. Érzi az ember, hogy a kis nyakát elakarják tőle. Nem jó. Nem jó érzés, amikor... Nincsen levegő a tüdőbe. Szép és gyors mérkőzés volt. Igen, gratulálunk Bagdinak. Bagdi Tamás, igen. Sajnálom.